az Óbecsei Gyidó Művelődési Egyesület megtartotta a húsvéti gyermeknéptánc fesztiválját a Városi Színházban, melyen a házigazdákon kívül felléptek vendégszereplők is. Újvidékről, Nádaljáról, Vojkáról, Moholról, Péterrévéről és Bácsföldvárról. A koncert kezdete előtt felvonulást tartottak a központban, ahol a fiatalság és a hagyomány találkozott a különböző népviseletek bemutatásával. Nagyon örülök annak, hogy sikerült ilyen minőséges táncegyütteseket vendégül látni, olyan együtteseket, melyekben jó barátaim dolgoznak. Például a vojkai kollégám Milan Branyes, akivel együtt jártunk az egyetemre, és aki egy valóban minőséges csoporttal érkezett, akik bemutatták vidékük táncait és vidékük népviseletét, amit a közönség is észrevett, és nagyon elégedett volt a fellépésükkel. Itt vannak továbbá az újvidéki barátaim, a Szonya Marinkovics Művelődési Egyesületből, és azt mindenki tudja, hogy milyen minőségesek a néptánc világában. Ez az egyesület már 60 éve fennáll, és minőségesen dolgozik, és mindenfelé ismertek. Szerbiában talán ők a legtöbb díjat és trófeát megszerzett csoport. Köszönjük nekik a műsorukat! Ugyanakkor köszönetet mondok az összes barátainknak a környékről, a moholiaknak, a péteréveieknek, a bácsföldváriaknak és a nádaljaiaknak. Mindenkinek köszönet, és remélem, hogy még sokáig tudunk majd ilyen fesztiválokat csinálni közösen. Nagyon jók a benyomásaim, és nagyon szép táncokat láttunk ezen a fesztiválon, és számomra megtiszteltetés volt ezen részt venni. Remélem, hogy hozzájárultunk mi is ennek az értékéhez és súlyához. Mindenképpen üdvözlöm a szervezőket, valamint a néptánc csoportokat, amelyek részt vettek ezen a fesztiválon, és valóban megtiszteltetés volt ezen részt venni. A benyomásaim gyönyörűek, hát hogy is lenne másképp, hiszen látva sok szép fiatalt a színpadon, akik a saját vidékük néphagyományának megőrzésével foglalkoznak, felemelő érzés. Úgy gondolom, hogy a barátkozás is remek lesz, és ennek az együttműködésnek folytatódnia kell. Én itt valójában kettős szerepben vagyok, a házigazda és a vendég szerepében is, hiszen most a Moholi Novák Radonics Művelődési Egyesületet képviselem, ahol már 11 éve dolgozom, és nagyon büszke vagyok erre az egész történetre, valamint a Gyidóval való évek óta tartó együttműködésünkre. Úgy gondolom, hogy a moholi gyerekek felnéznek a mi óbecsei iskolánkra, annak munkájára, ami az egész községben, de szélesebb körben is igen népszerű. Mi rendszeres fellépők vagyunk itt, csak úgy, mint ők nálunk. A koncerten részt vett Óbecse község elnöke dr. Vuk Rádojevics is, aki a Gyidó idei keresztapjaként polgári minőségében Gnyilán környéki népviseletet ajándékozott az együttesnek. Külön büszke vagyok arra, hogy tavaly elfogadtam a Gyidó Művelődési Egyesület felkérését, hogy én legyek a keresztapja az egyesületnek, de nem úgy, mint a község elnöke, hanem mint egy egyszerű óbecsei polgár, és igazából tele van a szívem boldogsággal, hiszen egykor én is részt vettem a Gyidó munkájában. Ezért ezzel a személyes hozzájárulásommal fejlesztem a további munkájukat. A Gyidó az elmúlt mintegy 10 évben ismerté vált a régióban, de a világon is, a Becsei Folkfest szervezése által. Emellett van ez a húsvéti fesztiválunk is, amelyen több mint 250 résztvevő volt 7 különféle művelődési egyesületből. Büszkén állíthatjuk, hogy a Gyidó tovább viszi Óbecse hírnevét világszerte, aminek én nagyon örülök. Még egyszer gratulálok mindenkinek, külön Gorán Dumanovicsnak, aki nemzedékeket tanította az első tánclépésekre, és aki sokunknak mutatta meg a néptánc szépséges világát. Gratulálok továbbá az Egyesület vezetőségének is, akik a község teljes körű támogatását élvezik az elkövetkezőkben is. Csak így tovább. Az ének és táncutazást énekcsoportok is kiegészítették a Városi Színház színpadán a Csúrogi Dongt Preló és a Gyidó Beregénye gyermekének karok dalai is felcsendültek.